Bármilyen üzletet csinálok, vagy bármit csinálok, azt én nagyon megfontolva csinálom, és nagyon előkészítem, és nagyon úgy csinálom meg, hogy az jó, lehetőleg jó legyen. Most ez is egy szempont volt természetesen. Azon kívül meg is érdemli az a nő, aki 25 évig kibírt engem, megérdemli, hogy elvegyem feleségül. Az ő feleségem éppen otthon fölmosotta, hogy felmos az ember ugye egy melegítőbe, meg úgy koszosan. Bementem, mondom, akarsz az a mi feleség? Azt mondja, persze. Mondom, akkor gyere. Azt mondja, hogy menjek. Mondom, gyere, megyünk. De hogy megyek így? Mondom, nem jössz, akkor nem jössz soha többé feleségül hozzám. Fölállt, és úgy, ahogy eldobta a mosogató rongyot, elmentünk, utcáról felszedtünk két tanút, megházasodtuk. Együtt, hát én négy nővel éltem együtt, és ebben hárommal, és a Mari Zsuzsi az öt negyediknek. Úgyhogy ezt én megoldottam, mert hát ezt sok-sok munkával és sok-sok diplomáciával meg lehet oldani ezt is, hiszen az araboknál ugye van 30 feleség is, és megoldották ők is ezt. Nagyon fontos az, hogy amikor baj van, akkor kiáll melletted. Nagyon-nagyon fontos. Amikor én bent feküdtem a kórházba, hogy egy csípőprotézisemet kaptam, ő minden a fél hétkor bejött, nem engedte meg az ápolónak, hogy lemosdasson, ő lemosdatott engem, mellettem állt, és ott ült este, és sokszor leesett a feje már, mert ugye hát unalmas egy beteg ágy mellett üdögélni, és leesett a feje, de ott ült mellettem, és fogta a kezem, és gondoskodott rólam, hogy mindenem meglegyen. Az esküvőn, hát nekem van egy pár olyan régi barátom, mint a Sas Józsi, a Kós Jancsi, a Medveszkilon, akivel sokat táncoltam annak idején. Ugye, meg szóval van egy pár olyan régi művész barátom, aki Palotás Jánosék, aki tényleg, tényleg régi jó barátom, és hát ezek ott voltak. Ugye Kós János nekem 50 vagy 60 éves jó barátom, és hát ő nem fellépő művész volt, hanem vendég volt ott az esküvőn, és hát ő persze, mint ugye mindent, ő nász ajándéknak, azon kívül, hogy hozott nekem egy ilyen Tarzan figurát, ami nagyon aranyos volt, azon kívül fel is lépett, és énekelt egy pár szép számot, és hát énekelt egy szomorú adiverset is, és elkezdte énekelni, és hát akkor már egy pár gyerek nálunk be volt csicsentve, és kint a büfé, azt a büfébe, ami behaladszik a Barabásnál, ott vicceket meséltek, és röhögcsírtek, meg kiabáltak. És a Kós begorombult, és kiordított neki, hogy Kós legyen paraszt. Nem szerettem ezt, hogy a gyerekek ilyen hangosak, mert az igazság az, ha valaki fellép, akkor ott csendnek kell lenni. Hát a féltársa jobb volt csicsentve, úgyhogy ez egy botrány volt. Kós kirohant, még beszélt egy pár szót velük, aztán vége volt a botránynak.